A tiszafüredi járási ügyészség 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezte annak a 34 éves tiszaburai férfinek a letartóztatását, aki május 10-én éjszaka Tiszaburán egy helybéli lányt bevonszolt egy kerítéssel nem határolt telekre azzal a szándékkal, hogy erőszakkal közösüljön vele. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2022. május 10-én éjszaka Tiszaburán összetalálkozott az utcán gyalogosan hazaigyekvő ismerősével, egy 16 éves lányjal. A férfi obszcén kifejezések kíséretében tudatta a lányjal, hogy tetszik neki és nyomban közösülni akar vele. A kiskorú sértett elutasította a gyanúsított közeledését, de támadója átkarolta, nekiszorította az egyik ház falának, majd fogdosta és nyakon csókolta a lányt. A sértett pofon vágta támadóját, kifejtette magát a férfi szorításából és putásnak eredt. A gyanúsított azonban utolérte, kabátjánál fogva megragadta és bevonszolta egy bekerítetlen udvarra, ahol erőfölényét kihasználva lefogta és lemeztelenítette a folyamatosan rúgkapáló sikoltozó sértettet. Egy járókelő férfi figyelt fel a segélykiáltásokra és mobiltelefonjával világítva rátalált a sötétben a gyanúsítottra, aki kigombolt nadrággal a kiskorú sértett hasán ült. A férfi megragadta és lerángatta a gyanúsítottat a földön fekvő lányról, ekkor a gyanúsított furtva elmenekült a helyszínről. A járási ügyészség azért indítványozta a korábban erőszakos bűncselekmények miatt büntetett férfi letartóztatását, mert fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk megfélemlítésével megnehezíteni a bizonyítást, illetőleg a kiszabható büntetéstől tartva elrejtőzne a hatóságok elől. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2022. május 10-én éjszaka Tiszaburán összetalálkozott az utcán gyalogosan hazaigyekvő ismerősével, egy 16 éves lányjal. Ahogy így mentem, hát majdnem hátamnál volt, így átkarolva megfogott, azt nekivágott ott a falnak. És ott elkezdett fogdosni, csalkolgatni, lefogdosni, mert próbáltam szabadulni tőle, de nem engedett el. Na, nagy nehezen ütöttem a vállát, utána pofán vágtam, nagy nehezen elengedett, elszaladtam tőle. Ahogy a Dankó Pista út felé szaladtam volna kifelé, onnan úgy szaladt utánam, igen. Megálltam a hátánál, ő próbálta elterelni tőlem, azt az embert meg ellökte tőle. Én ki akartam kerülni, hogy elszaladjak amarra, a Bacardi Disco felé. Próbáltam elszaladni, de megint elkapott, hátamnál fogva, a kabátomnál elkapott. Húzott volna befelé oda a hátra, a üres portára. Húzott befelé, tolt így a vállamtól kezdve, én ütöttem, sivalkodtam, segítségért kiabáltam, senki nem hallotta. Ahogy így húzott befelé, vagy lökött, én nem tudom, már nem emlékszek úgy annyira rá, így valahogy hátra buktam. Hátra estem valamiben, szerintem tégla volt, vagy nem tudom. És ő meg rám esett, ahogy én hátra estem, ő meg rám esett. Na úgy, már trabált volna, akkor is lefogott, nem bírtam szabadulni tőle. Már akkor lehúzta a nadrágomat, magyarán mondva, félig. És már azt akarta volna vele, meg akart erőszakolni, de szerencsére az volt a szerencsém, hogy jöttek a cigányok, hogy kint álltak, jöttek, és lerúgták rólam. Na úgy szabad, felállított ez a fiú, na úgy szabadultam el tőle. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírója alaposnak ítélte az ügyészi indítványt. A mai napon letartóztatta a gyanúsítottat. A férfi és védője fellebbezett a végzés ellen, így a szolnoki törvényszék mind másodfokú bíróság fog véglegesen dönteni a kényszerintézkedésről.